Gőzerővel készülnek az ellenzéki pártok a jövő évi európai parlamenti választásokra. A Momentum továbbra is a közös ellenzéki jelöltekben bízik, ugyanakkor nem kívánnak behódolni Gyurcsány Ferencnek. Szerintük a DK bedarálja azokat a pártokat, amelyekkel az elmúlt években együttműködött, és elemzéssel folytatjuk. A Nézőpont Intézet elemzője is Bálint a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Olvastuk ezt a véleményt, ezt a megfogalmazott mondatot Gyurcsány Ferencről és a demokratikus koalícióról, amelyet Donát Anna fogalmazott meg. Szó szerint valahogy úgy hangzik, hogy a DK és Gyurcsány Ferenc személyesen a hazugság kultúráját képviseli és gátja a kormányváltásnak. Közben pedig a két párt egyeztet az önkormányzati közös jelöltekről. Feloldható a hitelesség szempontjából ez az ellentmondás ön szerint? Hát Donát Anna elmúlt kétedik kommunikációja, van ellenmondásokkal van tele, amiket alig ha lehet feloldani. A második nemrég adott interjújában arról is beszélt, hogy együttműködés így is vagy úgy is lesz, tehát gyakorlatilag miközben két héttel ezelőtt elhatárolódott a hazugság kultúrájáról, rá két hétre kijelentett, hogy összefogás és együttműködésre sor fog kerülni. Láthatóan ezt az ellenmondást nem is tudja feldolgozni, itt nagyon úgy néz ki, hogy emögött van valamiféle stratégia. Ne felejtsük el, a magyar politika történetben volt egy időszak, amikor két egymástól több szempontból is eltérő pár kormányzott, itt az MSZP és az SZDSZ kormányzására kell gondolni, akkor is volt egy nagy baloldali párt és egy kis liberális párt. Ugye látjuk azt a DK utóbbi időben követett stratégiájából, hogy megpróbálnak balra fordulni, egy szociáldemokrata fordulatot venni, ők lennének úgymond a régi MSZP, és látható, hogy a Momentum a régi SZDSZ-nek a formációját kívánja fele, felvenni. Ugye ennek a formációnak az előnye az, hogy lehet ilyen jellegű állvitákat lefolytatni, küzdelmeket a kommunikációs térben, viszont ez a két párt egymásnak lehetséges koalíciós partnere, tehát ebből a szempontból, bár a kommunikációs térben előfordulhatnak majd viták vagy konfliktusok, de az együttműködésben, ami nyilván a legfontosabb a politikai hatalom megszerzési gyakorlása szempontjából, a két pár között meg lesz az összhang, ezt mind helyi szinten, mind országos szinten a két pártnak a politikusai ki fogják majd kényszeríteni. Hogyhat ez a helyzet és ez az ellentmondás, amelyet most körülírt, az önkormányzati várható eredményekre? Hát néhány hónap van hátra, jövő júniusban választás. Ön szerint mi várható, milyen eredmény várható? Ha nem is feltétlenül csak a két említett pártra vonatkozóan, hanem a többi kicsire is kitérhetünk. Ugye bőfél évünk még van, és valóban egy két választás lesz egy időben, egy LP és önkormányzati választás. Hát az egyértelműen látszik, hogy a, a Fidesz-KDNP-nek a támogatottság az továbbra is torony magas, a jobboldali tábor az továbbra is kitart a Fidesz-KDNP mögött, ami szintén látszik, hogy második pártként a DK egy ilyen közepesen erős pártként tudta magát stabilizálni, tehát ő a domináns erő a bal oldalon. Ezzel szemben a Momentum, amelyik még 22 után úgy indult a verseny, vagy esetleg ők lesznek azok, akik majd kihívói lehetnek Gyurcsány Ferencnek, ezt a szét nem tudták teljesíteni, kis pártávát, váltak, egy 5-8 százalék kis pártra, tehát az ő esetükben jelenleg azt lehet mondani, hogy az előző EP eredményüket, tehát a két mandátumot nem tudják megőrizni, egy mandátumra számíthatnak. A többi baloldali párt esetén viszont nagyon kérdéses, hogy egyáltalán bejutnak-e, mert jelenleg ezeket a pártokat vagy 5%-ra, vagy 5% alá mérik a különböző közöntató cégek, és az ő esetükben nem is látszik az, hogy lennének olyan politikusok, üzenetek, amelyek a következő fél évben ezen a számukra negatív tendencián tudnának változtatni. Tehát akkor ön is úgy látja, hogy tulajdonképpen az ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferencnek hívják a gravitációs tér közepét Pontosan. továbbra is, és ő... Szabadon dominálhatja például a főpolgármesteri kérdéseket, vagy a jelöltségi kérdéseket, vagy a fővárosi politikát, mert ugye erre is látunk jeleket, hogy nem igazán ebben, hogy Karácsony Gergelyt szinte irányítsa, és a, a fő, fővárosi politikát is dominálja. Gyurcsány Ferenc egy nagy bűvészmutatványt hajtott végre a fővárosban. Ugye magát a főpolgármesteri széket nem tudta a saját pártjának megszerezni 2019-ben, viszont a hatalmat nagyon szereti, tehát ezt meg akarta szerezni, és rájött arra, hogy ezt úgy tudja leghatékonyabban megtenni, hogyha a főpolgármesternek, jelen esetben Karácsony Gergelynek ad egy szűk játszóteret, ahol elfoglalhatja magát, és ezzel párhuzamosan kiépít egy olyan hatalmi struktúrát a fővárosi hivatalokon belül, ahol képes, amelyeket képes a saját embereivel, a hozzáhű politikusai a feltölteni, és ezáltal lényegében úgy tudja gyakorolni a főváros vezetését, hogy közben egy másik pártnak a tagja viseli hivatalosan a főpolgármesteri titulust. Tehát egy nagyon ügyes stratégiával, egy nagyon ügyes hatalompolitikai eszközzel képes volt elzárni lényegében a főpolgármestert a fővárostól, és lényegében saját maga tudja irányítani a fővárosi hivatalnak a működését, ami látjuk, hogy, hogy ez kijön a döntésekben, kijön abban, hogy a előző, tehát a 2010 előtti kormányából számos taggal feltöltötte a főváros, és egy látszik abból is, hogy Karácsony Gergely, amikor megszólal a főváros ügyében, akkor általában nem tud egy határozott főpolgármester, vagy egy cselekvőképes főpolgármester képét felmutatni. Múlt időben fogalmaz, tehát akkor ez, ez a struktúra, ez ez kiépült most ez arra? Kiépült ez a struktúra, igen. Ez sikeresen megvalósította, bár azért tegyük hozzá, ez az is kellett, hogy Karácsonyi Gerlénnek van egy olyan személyisége, aki nem is nagyon akar beleszólni a dolgokba, nincs is nagyon elképzelése a fővárosról, magába a baloldali politikai működésébe sem nagyon tud, vagy nem is akar beleszólni, tehát egy ilyen el van főpolgármesterünk van jelenleg, és ezt kihasználta Gyurcsány Ferenc nagyon ügyesen, és ezáltal képes volt átvenni a fővárosi döntéshozatát. É és ez hogy hat majd a várható fővárosi erőviszonyokra ön szerint? Hiszen tegyük hozzá, hogy most még azt sem tudjuk biztosan, hogy ki lesz az ellenzék főpolgármester jelöltje, ha egyáltalán így kell fogalmaznom, mert lehet, hogy majd több lesz, lehet, hogy majd a pártok indítanak, lehet, hogy erről majd tartanak valamilyen előválasztást, ezt egyszerűen nem tudjuk, hogy hogy lesz, annyit tudunk biztosan, hogy a jelenlegi főpolgármester szeretne újraindulni. A hát ne legyen kétség a felő, hogy Gyurcsány Ferenc nem azért helyezte el az embereit a főváros különböző pozícióban, hogy ezzel a fővárosiaknak kedvezzen, ezt azzal a célral tette meg, hogy saját magának politikai tőkét kovácsoljon, azáltal, hogy uralja a hivatalt, nagyon komoly erőforrások fölött is rendelkezik, és ezeket akár pénzügyi erőforrásokat, akár információs politikai erőforrásokat, ez kihasználja majd a tárgyalás kihasználja a jövő évi választások során, és majd kihasználja a következő országgyűlési választások során, és legalábbis megpróbálja, mennyiben ezeket a pozíciókat meg tudja tartani. Tehát ő ezeket a fővárosi erőforrásokat a saját politikai céljaira ki fogja használni arra, hogy a következő választás eredményeként, vagy következményeként még több hatalomra tudjon majd szert tenni. Rotis Bálint a Nézőpont intézetelemzője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.